Vannak, akik már nem, de sokan még ma is viselték a maszkot Kecskemét utcáin. Mától érvényes az az enyhítés, melynek köszönhetően már nem kötelező hordani a védőeszközt a közterületeken. Vannak azonban olyan helyek, ahol továbbra is muszáj feltenni a maszkot. Ilyenek a buszmegállók, a piacok és vásárterek, valamint a bölcsödék, az óvodák, az általános iskolák, valamint a 8 és 6 évfolyamos középiskolák bejáratától számított 10 méteres távolságú területek, ha ott a szülők a gyermekekre várakoznak. A kecskemétiek véleményét kérdeztük az enyhítésről. Sokan várták már ezt a pillanatot. Örülök neki. Jó tették. Menjen mindenki, oltassa be magát most már, jöjjön az oltáshoz gér. Nagyon örülünk én is személyesen, meg szerintem sok más ember. Ez megkönnyítette az életünket, ez egy nagyon jó döntés volt. Kozma Edit szerint a maszk más helyeken való viselése indokolt. Ahol zárt helyen van az ember, ott feltétlenül kell. A megkérdezett idősek a maszktól továbbra sem válnak meg, szükségesnek tartják annak viselését. A korom is ott van, úgyhogy muszáj. Én továbbra is használom, idős is vagyok, beteg is vagyok, és ezt biztonságosabbnak látom. A maszk használat egyébként továbbra is kötelező az autóbusz, valamint a vasúti pályaudvarokon, a tömegközlekedési eszközökön, a boltokban, a bevásárlóközpontokban, valamint az ügyfélszolgálatokon is.